Ismét köszöntöm a kedves nézőket. Az első szett közepén járunk. Ahogy ígértük, Szudi Ádám nekünk most háttal a képernyőn, és Peter Jared Angliából velünk szemben, fekete mezben. Csoportmérkőzés ez. Ugye Szudi Ádám az első kiemeltje a versenynek. Egyes csoport értelemszerűen. Ebben a csoportban még egy görög versenyző van. Copelas Andreas, névre hallgató játékos. Az ő elleni mérkőzését is láthatjuk Szudi Ádámnak. 8 hét közben egy pontos előnye van még az angol fiúnak. Ugye hát most elkezdhetném mondani, hogy mit diktál a papírfonal, de hát láthatjuk most a csapat elődöntőben is, hogy nem mindig érvényesül az a bizonyos papírforma. 9-7 az angol fiúnak. 9-8 elpörgette hosszúra. Peter Jared, aki hátrébb van jóval rangsorolva, mint Ádám, ugye 52. kiemeltjenek a versenynek, tehát mezőny vége felé tartozik így játékerősség szempontjából. De ennek ellenére 10-8-a van Ádám ellen az első szedben. 10-9. Ez szép volt. Már csak egy szett labda. Jól van, nem sikerült megnyerni az első szettet egyelőre Peter Jarednek, reméljük, hogy nem is történik meg. Főleg így, 11-10 Szudi Ádámnak. Adogathat az első szettért. Némi meglepetésre 10-8-a volt Jarednek, de hát utána összekapta magát. Zsinórban 4 pontot csinált Szudi Ádám, 1-0-ra vezet, és akkor ugye elkezdődnek, és elkezdődtek az egyéni versenyszámok. A csapat versenyszámokból már csak a döntők vannak hátra. Este 7-től lesznek a döntők, majd elmondom később, hogy kik jutottak be, milyen válogatottak. Tehát először nézzük a magyar vonatkozásokat, milyen csoportba kerültek a játékosok. Ugye Ádámot már elmondtam, és akkor nézzük a többi magyar fiút, akik most játszanak. Például most játszik Ecseki Nándor a 9-es csoportban, és 2-0-ra vezet cseh ellenfele ellen, Plak Jan ellen, úgyhogy reméljük, hogy Nándi jól kezdi a versenyt, az egyéni verseny szám során. Ugye is az egyes csapat tagja volt, akik ugye bronzérmet szereztek nem is olyan régen. Böhm Gábor a 8-as csoportban kapott helyet, egy német és egy lengyel versenyző. Van egy csoportban, közben elkezdődik a második szett Szudi ponttal. A 14-es csoportban kap helyet a nyírbátori majoros János Bence. Zauer Michael-lel van egy csoportban, ugye az elődönt egyik hősével. Úgyhogy nem olyan jó sorsolás ez majoros Bence szempontjával és egy ukrán versenyzővel. Az elődöntőben párosban láthatott balkezes Sabján Gergőnk Hoffmann Floriannal, egy osztrák versenyzővel, és Manole Alexandruval van egy csoportban a 15-ös jelű trióban. A 20-as csoportban kapott helyet Tóth Gábor, egy német, egy ukrán és egy szlovén fiúval egyetemben. 4-2-re vezet közben Ádám, reméljük, hogy most már maga biztosan folytatja a mérkőzést, és még egy magyar induló, 21-es csoportban Kovács Sebestyén is elég erős csoportot kapott, beszélgettem vele, azt mondta, hogy mindegyik mérkőzés kétesélyes, tehát, hogy nagyon nagy rangadóra van kilátás. Ott egy olasz, egy lengyel és egy román fiú lesz az ellenfele Kovács Sebestyénnek. 4-3 közben.
hálójába pörgeti Ádám, nagyon megnyeste a labdát az angol fiú. Így az angolok a csapat versenyek során 8 között voltak, kikaptak 4 közé a minket is megverő németektől. Ott nem volt Jared, ő a második számú csapatban kapott helyet. 6-4 az angol fiúnak, egész jól tartja magát, sőt, kis szerencsével még ugye az első szettet is megnyerette volna Szudi Ádámmal szemben. 7-4-e van, 3 pontos az előnye. Döcög az a szekér még egyelőre Ádámnak, de hát reméljük, hogy minél tovább örvendeztet minket verseny során. Nagyon sportszerűen Ádám a dupla érintését jelezte, és megadja az ellenfélnek a pontot, ugye a legfontosabb a sportszerűség elsősorban. Még ilyen szinten is, amikor nagyon gyilkos pontokért mennek a fiúk, az ellenfelek, ranglistás helyezések a legfontosabbak. 8-5 után 9-5, megint egy aprócska hiba, de annál fontosabb. 9-5 tehát. Itt egy Jarednek szép indítás, 9-6. Ismét egy szerefogadási hiba, 10-6 négyzet labda, innen már azért nehezebb lesz. Főleg így, 11-6, 1-1 az angol fiú. Az első szett bizonytalankodása után, a vége bizonytalankodása után most egyből megcsinálja a szett labdáját. 1-1, mondjuk azt, hogy még eddig tapogatóznak a fiúk. Reméljük, hogy nem nyomja rá a meccsre a bélyegét az a szett Szudi Ádám szempontjából. Amíg kapják a fiúk az instrukciókat, nézzük a lányokat. Balog Claudia az első kiemelt Bálint Bernadette román hölgyel és Lovelace Megannal van egy csoportban, ez egy angol hölgy. Tehát ez az egyes csoport, akkor nézzük a következőt. Havrik Leoni, következő magyar lányunk, aki érdekelt az egyéni versenyszámok során, a 8-as csoportban kapott helyet, szintúgy egy román hölgyel és egy portugál lányjal. Imre Leila, a legjobb 8 között záró magyar egyes számú csapat tagja, Fanaker Florencivel kapott egy csoportba besorolást, valamint egy lengyel hölgyel, tehát eléggé nehéz lesz neki is, de reméljük, hogy följött a fő táblára. Cvalinga Dóra, egy portugál és egy cseh hölgyel, játszik majd a 12-es csoportban a helyezésekért. Takács Lili, egy cseh, egy görög és egy fejrorosz lányjal a 16-os csoportban küzd meg a főtáblára jutásért. Szamej Anna, egy bosnyák, egy szlovák és egy lengyel hölgyel a 17-es csoportban, közben elkezdődött már a harmadik szett. 2-1-re vezet Ádám. Fehér Zsófia, fehér orosz, szerb és cseh hölgyel küzd meg a 19. csoportban. És a 20-as csoportban Frecska Éva, egy görög, egy szlovén és egy bosnyák lánya küzd meg. Tehát ne adjuk szó nélkül a hátralévő két magyar indulónkat is a lányoknál. Nagy Pál Csilla, ugye az egyes csapat húzó embere. Csoport kiemelt a 21-es csoportban, tehát neki hoznia kéne a kötelezőt, egy lengyel, egy svéd és egy finn lány ellen, hatására pedig egy szerb, egy izrael és egy belga lánya van a 22-es csoportban. Úgyhogy ezek a magyar érdekeltségű csoportmeccsek eddig. Próbálom majd figyelni és mondani a lányok és fiúk eredményeit a csoporton belül. Ugye ma egész nap csoportmérkőzések, lezajlik az összes csoport, hogy a következő napra már csak kieséses versenyek legyenek, valamint a párosok. Ugye 7 órától csapat döntő, valószínűleg a fiú döntő lesz a képernyőnkön. 6-3-ra vezet közben már szerencsére magabiztosan Szudi Ádám. Kettő pontos az előny, azért tartja magát az angol fiú. Nem kell azért megijedni tőle, Ádámnak se ugye. Hát, hogy ne csak az ilyen kis vész jósló mondataimat eresszem el, hogy papírforma fölborul, meg stb.
Azért mondjuk el Szudi Ádámról, hogy természetesen a magyar ranglistát vezeti, azon felül az Európa ranglistán a negyedik helyet foglalja át, ez nagyon előkelő, ugye ilyen magaslatokban legutóbb, ugye a Serdülőknél Lakatos Tamás volt, ő mondjuk az első helyen volt, harmadik helyet szerezte meg ugye Lakatosan. Az EB-n, hát reméljük egy ilyen eredmény születik majd Ádám szempontjából is minimum, 8-5 közben, és Ádám az említett szlovák nemzetközi nem is olyan rége volt, említettem Sabján Gergő oldalán, hogy meg tudták nyerni a párost, amikor az egész európai mezőny ott volt azon a megmérettetésen. És hát nem csak a páros versenyszám után vietett haza aranyérmet ez a fiatalember, aki most éppen hosszúra nyesi a labdát, de még van 4 szetlabdája, hanem hagyom is sorra, hogy meg tudta nyerni az egyéni versenyszámot is, tehát mondom, mindenki ott volt a ranglistán, az Európa ranglistán az első 10-ből, tehát még a 20-ig is mindenki ott volt, és ezt a versenyt tudta megnyerni Ádám, és ez egy hatalmas fegyvertény, úgyhogy rettegjetek többiek, mondhatnám így hazafiasan. Közben ugye vége a harmadik szetnek, 2-1 Ádámnak kezd magára találni. Ugye ezen a versenyen eddig egy mérkőzés bukott, pont itt az elődöntőben közvetítettük. Zauer ellen bukott sajnos 3-1-re Ádám. De hát reméljük a versenyszámok során egyet sem bukik, és ez természetesen azt jelenti, hogy begyűjti ezt a nemzetközit is. De jó lenne is, de hát ne szaladjunk ennyire előre. De azért előre elmondanám, hogy milyen mérkőzések következnek majd a délután folyamán. Ugye ez a 13.30-as mérkőzés, hogyha nincsen csúszás, akkor 13:55-től Gonzalves José Portugáliával és Kova Lauren Franciaországban a 19. csoportban küzd meg. Majd 14:20-től Terroszka Joanna Lengyelországból és Kiziuk Katerina, egy ukrán hölgy, lányoknál természetesen a 10-es csoportban üzzenek majd egymással. 14:45-től magyar vonatkozású mérkőzés, Nagy Pál Csilla, a 21-es csoport kiemeltje, Svensson Emilie svéd lány ellen bizonyíthatja a papírformát, úgyhogy 14:45-től ismét magyar versenyző a képernyőnkön, itt az egyes asztalon, a tévés asztalon. Utána szép sorban mennek a mérkőzések. 15:10-től ismét Ádámot láthatjuk egy görög versenyzővel szemben. Aztán mondom, egészen 7 óráig egyéni csoport mérkőzések a ppko.tv élő közvetítésében, és utána jönnek a csapatdöntők. Elkezdték közben a negyedik szettet a felek. Azért nem rossz kis játékos ez az angol fiú, de hát itt már igazából senki sem azért jön ide, hogy gyakorolja a fonák nyesést, vagy éppen tönkre veresse magát, hogy ilyen durván fogalmazzam. De Ádám azért ugye látszik, hogy jobb, többet tud technikailag, de tényleg azért oda kell figyelni a magyar fiúnak, mert az első szedben is, hogyha elveszi ezt a szettet, elvesztette volna azt a szettet, akkor már tényleg másképp alakult volna a meccs. A csoportmérkőzések folyamán ugye 3 nyert szettre megy a mérkőzés, és majd a főtáblán lesz 4 nyert szett. Hat 4 közben az angol fiúnak. A szett közepén mindig jó szériákat csinál Jared, de utána mindig valahogy magára talál a magyar fiú. Ez már 3 pontos előny, 7-4. Nem lenne jó belebonyolódni egy döntő szettbe, Ádám. Próbáljunk meg fordítani. Az angol fiú szerválhat. Hát innen nagyon magas volt a fogadás. 8-4, törölközés.
Ecseki Nándor közben nyerni tudott, még az asztalnál volt Balogh Erik is, ő kikapott 3-0-ra, valamint asztalhoz állt... Bocsánat, elfelejtettem, hogy kicsoda. Bruckner Máté, bocsánat, így van eszembe jutott, ő is sajnos kikapott 3-0-ra szlovák versenyzőtől, de hát ők igazából tényleg tanulni jöttek. Ugye Bruckner Mátét láthattuk az újonc nemzetközön is 2 héttel ezelőtt. Közben 10-5, hoppá, nyögvenyelő sajnos egyelőre Ádám teljesítménye. Csinálja a dolgát az angol fiú, böcsülettel kihasználja Ádám koncentrációs kihagyásait egyelőre. 10-6 közben 10-7, na hátha még van 3 szett labdája Jarednek. Az angolok egyébként inkább most már ifi korosztályban jobbak, és az ifiből kiöregedett versenyzőik vannak azok, akik így 21-ben tudnak jó eredményeket elérni. Kis generációs lyuk van itt ugye a serdülőknél. De az újoncok egyébként nagyon jól szerepeltek még 2 héttel ezelőtt, de a serdülő korosztály nem olyan erős. De ennek ellenére döntőszettet játszik egyik versenyzőjük. Név szerint Péter Jared. Szudi Ádámmal sajnos, ugye magyar szempontból, de hát reméljük, hogy azért kiküzdi az első meccset az egyéniben Ádám, és aztán majd lendületbe jön a magyar fiú. Lehet, hogy egy kicsit még ugye csalódott a csapat után. Beszélgettem velük egy pár mondatot, amennyire volt idejük, és nekem is amennyire volt időm az ebéd közben. Azt mondták, hogy szerettek volna mindenképpen döntőt játszani, de hát nem tudtak úgy felpörögni, mint a német fiúk. De hát azt mondom, az a bronzérem is szépen csillog. Hogy úgy is fogalmazhatnék, hogy kezdetnek nem rossz. Ugye van még páros, ott is hatalmas esélye van a Sabján Szudinak. Egyénibe ugye Szudi kiemelése magáért beszél, az első kiemelt. Ecseki is ott van az elején kiemelve, úgyhogy nincs itt semmiféle gond. A lányoknál azért nagyobb bravúr kéne, hogy szülessen ahhoz, hogy érmeket szállítsanak itt a magyar közönségnek. Ugye a helyszín természetesen ugyanaz, közben elkezdődik a döntőszett Tatai Olimpiai Edzőközpont. Minden egy helyen, tényleg azt mondom, hogy lehető legjobb körülmények itt a versenyzőknek, meg is tényleg a szervezés szempontjából is megkönnyíti a dolgot, hogy minden, mondom, egy helyen van. 2 terem, küzdenek a játékosok a helyezésekért. 2-1 Szudi Ádámnak közben. Kettő-kettő. Küzd ez az angol fiú rendesen, nem ijed meg Szudi Ádámtól. De elég bátortalan tenyeres pörgetés volt, meg lehetett volna jobban húzni, hát köszönjük szépen az angol fiatalembernek, hogy elbizonytalanodott. Ezt viszont leengedte nagyon. Láthattuk, hogy már a háló szintje alatt volt a labda, amikor megpörgette Ádám. Nem is sikerült átjuttatni a másik térfélre. 3-3. Fej-fej mellett a döntőszett elején a felek. Necces a szerva. Labdát ért más, vagy hálót ért, bocsánat, más szóval. Ez hosszúra megy. 4-3. Jarednek. Hatalmas szenzáció lenne az angol fiú szempontjából, hogyha meg tudná venni Ádámot. De hát ilyen pörgetések kellenek hozzá, hogy ez ne történjen meg. 4-4. A fordulás előtt nézzük, hogy kiszerez előnyt.
átjött egy labda. Folytatódhat a mérkőzés Péter Jared szervál. Az nagyon jó helyre ment, az nagyon okos volt. Oda a fonák csücsökre. 5-4. A magyar fiú fordulhat egy nagyon hajszányi előnnyel. És szerint 5-4-es állásnál szervált az angol fiú. Jaj, de okosan csinálta Ádám. Jól van, jól van. Megnyugtató most már a két pontos előny. És a magyar fiú adogathat. Főleg így. Na most már be kell gyújtani a rakétákat. Meg kell mutatni, hogy miért. Az első kiemelt ezen a versenyen is például Ádám. 7-4 időkérés, angol időkérés. És frissítő kortyok a magyar fiú teát. Az angol fiú, nem tudom, vagy vizet, vagy vodkát. Valószínűleg vizet iszik. Ugye fölmerülhetne a gyanú, hogyha orosz fiú inne azt a átlátszó folyadékot, valószínűleg víz természetesen. Na nézzük, hogy melyik hat jobban, a tea vagy a víz. 7-4. Ádám már visszajött az asztalhoz, kicsit játszik a labdával. Nézzük, hogy játszik-e az ellenféllel. Egy jót még itt a szett végén is. Simán be kéne gyűjteni ezt a szettet és tovább menetelni. Hoppá! 8-4. Megvillant a fonák. Jó szerva, és utána bum! Az ellenfél szeme közé. Az angol fiú adogathat. 4 pontos a hátránya Jarednek. Hosszú. A tenyeres. Hátrébb lép ilyenkor mindig Ádám, és próbálja vissza hozni a labdát. Ez nem sikerült most. 3 pont már csak az előny. Á, így van. Jól van. 9-5. Azt hittem érte. De szerencsére nem. 9-5. 2 pontra a győzelemtől Szudi Ádám. Nem kamatozó, hogyha hátra megy a magyar fiú. Általában Péter gyere, csinálja meg ezeket a pontokat. Így van, meg kell támadni az elfelett. Nagyon szép fonák pörgetés, pörgött a labda, láttuk, hogy hova szállt ki a lepörgetésnél a játékszer. 10-6-4 mérkőzés labda. Ajj! 10-7. Stílusos lett volna, ha ezt most bepörgeti Ádám. Egyelőre nincs meg a siker. Még 3 mérkőzés labda. Már csak 2. És időt kér Szudi Ádám. Azt gondolja, egy kicsit le kell lassítani a játékot. Ki kell gondolni, mit szerváljon. És akkor utána meg lehet nyerni a mérkőzést. Tóth Gábor is az asztalnál, a hármas asztal, ő is elkezdte a viadalját, a saját maga harcát. Kovács Sebestyén is lengyel ellenfelével küzd ebben a pillanatban. Itt küzdenek a fiúk és a lányok böcsülettel magyar oldalon. Ádámnak is be kéne küzdeni egy pontot. Vége is az időkérésnek. Na nézzük, még 2 lehetősége van, hogy föltegye az íre a pontot Ádám. Íz 9, már csak 1. Szűkül a kör. Szűkül a kör, sajnos 10-9. De Ádám szerve, hát egy jó szerve, egy jó befejezés. Így is van, így is van. Kicentiszta a magyar fiú. De megvan, döntőszett 90 nyer Szudi Ádám, tehát Péter Jared ellen. Következik González José Portugáliából és Kovács Laurén Franciaországból hamarosan.